A lámpás én vagyok, fényt adok, utat mutatok. Nálam nélkül vak a látó is. Hát még ha a kormány nem sajnálná tőlem az olajat. De elmondom a balesetemet, amelyet iskolai nyelven életnek nevezünk. Elmondom őszintén, mintha gyúnnám. Szálmán Eszter vagyok, matematikus, egyetemi oktató. Egy lámpás. Engedjétek meg, hogy Gárdonyi Géza előtt is tisztelegve elmondjam én is az életemet. Őszintén, mintha gyúnnám. Az életem első néhány évét egy nagyon kis naprendszerben töltöttem, amelyben ráadásul úgy éreztem, hogy én vagyok a központi égitest, a nap. Aztán rá kellett jönnöm, hogy ez a naprendszer egy hatalmas univerzum része. 6 éves lettem, és elkezdtem az iskolát. Lelkes, nyitott és kíváncsi voltam, mint minden kisgyerek. Hamarosan kiderült azonban, hogy van egy különleges tulajdonságom. Más voltam, mint a többiek. Kövér voltam. Mostani felnőtt fejjel ez nem tűnik olyan nagy problémának. Minden nem üres, véges halmaznak van maximuma, mondja a matematikus énem. Világos, hogy kellett, hogy legyen az osztályunkban olyan kislány, akinek a tömege a legnagyobb. Aki éppenséggel én voltam. Akkor azonban nem így láttam, pláne, hogy erre a tulajdonságomra egy lámpás, az egyik tanítónéném hívta fel a közösség figyelmét. Szerettem volna megérteni, hogy mi történik, de nem tudtam. Féltem. És nagyon rövid idő alatt elveszítettem a hitem az emberekben. Szerencsére megtapasztaltam, hogy van egy nyelv, amelynek a szókincsében nincs szó a kirekesztésre, és ez a nyelv a természet nyelve, a matematika. Megértettem, hogy a nap nem attól kell majd fel holnap, hogy én vagy bárki más reménykedik benne, hanem attól, hogy a Föld tengely körüli forgásának a következtében a nap minden áldott reggel megjelenik a keleti horizonton, majd este, naplementekor eltűnik. Elég volt egyszer megértenem, hogy a háromszög területe miért alapszormagasság per 2. A csúfolódásokkal ellentétben nem kellett attól tartanom, hogy másnap majd máshogy kell kiszámítani a háromszög területét, vagy hogy másnap nem kell majd fel a nap. Megértettem, hogy a matematika igazságai egyetemesek. Nem függenek sem tértől, sem időtől, sem attól, hogy éppen ki mondja őket. Megtapasztalhattam azt is, hogy rengeteg kérdésre én magam találhatom meg a választ. Nem kell azokat senkinek elhinnem, mert ez nem hit, hanem logika kérdése. Ez segített és egy időre megnyugtatott. Fogalmam sincs, hogy mitől, de lefogytam. Később a középiskolai osztályunkban 2 Eszter is volt, engem Gesztenyének hívott mindenki. Már az Eszterből jött, találónak bizonyult, hordtam hát magamon a tüskéket rendületlenül, amelyekről azt hittem, hogy védenek. Az érettségi után matematikus szakra jelentkeztem Debrecenbe. Az igazat megvalva, fogalmam sem volt arról, hogy mi vár majd rám. Azonban óriási szerencsém volt, mert ösztönösen jól választottam. Végre úgy éreztem, hogy a helyemen vagyok. A matematika művelése, a kutatás, de az oktatás is nagyon különleges. Minden bennem, bennünk zajlik. Nincs szükségem lényegében semmire ahhoz, hogy átéljem a csodát. Munka közben a külvilág szinte teljesen megszűnik számomra. Ilyenkor nem érzek éhséget, fáradtságot, semmit. Csak a gondolatok vannak. Olyan érzés ez, mintha egy hatalmas óceánba lépték bele, és egy néhány perces lebegés után egyé válnék a vízzel. Ilyenkor én már nem létezem, hanem egy hatalmas óceánnak, a gondolatok óceánjának vagyok a része. Megszűnik minden, csak a szintiszta matematika marad. Minden majdnem tökéletes volt, de csak majdnem. A kutatás mellett tanítanom is kellett. Azt, hogy mit kell tanítanom, a matematikát, azt tudtam, de azt nem, hogy hogyan fogom megtanítani a hallgatóimnak. Rengeteg kiváló tanárom volt, gondoltam, hogy majd csinálom úgy, ahogyan tőlük láttam. Ötletnek jó, csak éppen nem működik. Attól, hogy úgy csinálok, mint ők, még nem fog működni a dolog, mert én nem ők vagyok.
És tudtam, hogy ha nem vagyok önazonos, akkor hitelét veszítheti az is, amit mondok, a matematika. A kezdeti években igyekeztem megtalálni a saját hangomat. Lelkesen és lelkiismeretesen tanítottam, de tudtam, hogy valami hiányzik. Azt akartam, hogy a hallgatóim lássák a matematikában azt a szépséget, amit én látok, és hogy ők is átélhessék a felfedezés örömét. Éreztem, hogy ha jobban szeretném csinálni, változtatnom kell. Ez egy több éven át tartó, nagyon hosszú folyamat volt. Szépen, lassan haladtam. Kívülről, befelé, önmagam felé. Mint a legtöbb egyetemi oktató, eleinte én is frontálisan tanítottam. Ez egy tanárközpontú módszer. A hallgatók figyelnek a magyarázatra, jegyzetelik azt, és közösen keressük a válaszokat az általam felvetett kérdésekre. Be kellett látnom, hogy addig csupán problémákat vittem be nekik, majd elmagyaráztam, hogy ezeket a problémákat én hogyan oldanám meg. Később már csak a problémákat vittem be, és jól irányított kérdésekkel segítettem őket abban, hogy ezeket a problémákat ők maguk tudják megoldani. Igyekeztem őket rávenni arra is, hogy legyenek saját kérdéseik, és ezeket próbálják meg ők maguk megválaszolni. A fejekben már tudtam világosságot gyújtani, de a szívekben még nem. Nem tartottam fontosnak, hogy én higgyek bennük. Meg kellett hát változnom. 2015-ben aztán óriási fordulat állt be az életemben. Megszületett a kislányom, Hilda. Egy apró, de annál ragyogóbb lámpás, akitől rengeteget tanultam. A gyesről visszatérve elkezdtem tudatosan hinni a hallgatóimban, és igyekeztem ezt a tudtukra is hozni. És működött. Jobbak lettek. Az igazság azonban az, hogy nem csak ők lettek jobbak, hanem leginkább én. Jobb lettem. Türelmesebb, figyelmesebb, elfogadóbb. Ahogy szépen lassan haladtam kívülről befelé, éreztem, hogy valami még mindig hiányzik. A legnagyobb démonnal még nem küzdöttem meg, és ez lesz a legnehezebb. Mert ez a démon én magam vagyok. Az a 6 éves kövér kislány, aki elveszítette a hitét az emberekben. Híres vagyok arról, hogy az óráim első felében rettenetesen izgulok. Nem attól félek, hogy hogyan tanítsam meg az anyagot, hanem attól, hogy tudom, hogy minden egyes alkalommal meg kell mutatnom önmagamat. Mert az 6 éves kövér kislány én vagyok most is. Nem tudom őt megtagadni. Belefáradtam abba, hogy megpróbálok úgy tenni, mintha soha nem is létezett volna. El kellett végre fogadnom, hogy a terembe mindig ő lép be. Fél, és úgy érzi, hogy egyedül van. Fél, mert tudja, hogy sebezhető, és egyedül is van, mert ő az oktató. Akik többségben vannak, azok pedig a hallgatók. A matematika, pontosabban a matematika segítségével megélt flow élmény ezen egyre gyorsabban túl tudott lendíteni, de a terembe minden esetben a lehető legsebezhetőbbé nem megy be. Sokáig igyekeztem őt kituszkolni a teremből, de beláttam, hogy ezzel csak magamat csapom be. Csak akkor fogok tudni megnyugodni, hogyha elfogadom önmagam, és ezt a helyzetet, hogy ez az átalakulás minden egyes alkalommal végbe megy. Most is, amikor ki kellett állnom erre a piros színű szőnyegre, annak a 6 éves kövér kislánynak kellett bejönnie, a lehető legsebezhetőbb énemnek. De így vagyunk ezzel mindannyian. Mindenkinek van egy legsebezhetőbb énje, és mindannyian megmérettetünk néha. Az iskolában, a munkahelyünkön egy közösség vagy egy közönség előtt. Mérünk és mérettetünk. Letagadhatjuk, hogy ez a legsebezhetőbb énünk egyáltalán létezik. De megéri, van értelme önmagunk előtt szerepet játszani? Kit csapunk be ezzel valójában? Visszatekintve minden olyan világosnak és egyszerűnek tűnik az úton, azonban nagyon sokszor éreztem magam egyedül. Szerencsére jó néhány lámpással találkoztam. Rengetegen bíztattak és támogattak, és teszik ezt most is. Kiváló tanáraim voltak, páratlan kollégáim vannak. A sötét időszakokban az ő lámpásaikból kaptam fényt. Úgy érzem,
hogy ezt a fényt nekem kötelességem továbbadni. Most azonban még nem lehetek elégedett. Csaltam. Már megint frontálisan oktatok. Az imént egy konkrét problémát hallhattatok, és arra egy lehetséges megoldást, holott én önálló probléma megoldásra szeretném tanítani az embereket. Higgyétek el, hogy mindannyian arra születtünk, hogy folyamatosan problémákat oldjunk meg. Gondoljatok bele, hogy már ma is mennyi apró problémát kellett megoldanotok. És vegyétek észre azt a jelenséget is, hogy akinek nincs elegendő problémája, az csinál magának. A hatékony probléma megoldásban a matematika nekem rengeteget segített. De lehet, hogy még nem gondoltatok bele, de azok a módszerek, ahogyan a matematikában megoldunk egy-egy problémát, a hétköznapi életben is használhatóak. Sokszor az a nyilvánvalónak tűnő kérdés az egyik legfontosabb, hogy mi a probléma. Mert gyakran nem magát a problémát, hanem csak a tüneteit látjuk. Ha ez megvan, akkor érdemes azt tisztázni, hogy ez miért jelent problémát. Mi akadályoz bennünket abban, hogy ezt a problémát itt és most megoldjuk. Szerintem csak ezek tisztázása után érdemes a lehetséges megoldásokon gondolkodni. A nehézség viszont ebben az, hogy a problémáink egyediek, és mindenkinek a sajátját kell megoldania. Az úton, amelyet életnek hívunk, mindenkinek egyedül kell mennie. Az azonban, hogy hogyan megyünk végig ezen az úton, nagyon nem mindegy. Hálás vagyok, mert nem munkám van, hanem hivatásom. Az igazat megvalva tudnék-e nélkül a munka nélkül élni. De nem akarok. Nem érdemes. Büszke vagyok arra, hogy nem adtam fel, és megtaláltam azt a hivatást, amiben teljesen fel tudok oldódni. Szerencsés is vagyok. Bár az úton egyedül kell mennem, rengeteg lámpás világít nekem. Az ő fényük segítségével tudok egyre tovább és tovább menni. Máskor én is lámpás vagyok. Világítok. Na és mi a helyzet veletek? Ti kiknek világítotok az úton? Kérlek benneteket, hogy gondoljátok át, hogy kik szerepelnek a ti listáitokon. Ha ez megvan, akkor írjatok fel rá még egy embert. Csak még egyet. Hisz lámpások vagyunk mindannyian. Ti is. Adjatok esélyt még egy embernek. Segítsetek, hogy még egy helyen fény gyújjon ki. Köszönöm szépen.